Üdvözlet mindenkinek, 2023. április 24-e van. Ez a különös dolgok itt az infobubble.hu weboldalon, és egy videó adta az apropót arra, hogy jelentkezzek, ugyanis ezt csak nem tudtam szó nélkül hagyni. Ugyan én írtam a videó készítőjének, hogy szívesen leülnék vele beszélni azokról a témákról, amiket ő felvett az idézőjelbe vett előadásában azonban, nem kaptam erre választ, hogy kénytelen vagyok így reagálni. Nem mint hogyha olyan népszerű lenne az a videó, mégis azonban azok a téveszmék, illetve féligasságok, meg hazugságok, amik elhangzanak abban, azok talán szélesebb körben elterjedtek, mint ahogy ezt a kifejezett videó mutatja. És Jézusról, a történelemről lesz szó, valamint a Bibliáról és annak megbízhatóságáról ezúttal. De érdekes lesz, mielőtt nekivágnék, Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ez a két kép egyébként mind a kettő Gilgames Eposz, illetve Gilgamest ábrázolja, Gilgames Eposzra utal, ez ugye a történelmi Gilgames, a másik az szerintem ugyan nem ő, hanem Nabukoronozor talán, nem vagyok benne biztos, hogy ez kit ábrázol, azonban ez itt Gilgames ezzel az oroszlánnal, illetve a kezén azzal a az érdekes dologgal, amit nem is nagyon tudom, hogy minek, miként azonosítottak. El fogja nyerni az értelmét, majd ez is idővel lehet, hogy rá is térek erre a videóra. Ezt a videót a földlapos és mozdulatlan weboldalon találtam, nem tudom, hogy ki ez az úriember, azonban olyan vad dolgok hangzanak el, amiket szerintem érdemes legalább egy kicsit megvizsgálni, hogy mindaz, amit ő állít, azt vajon meg lehet -e alapozni bármiféle bizonyítékokkal azon kívül, hogy ő mondja. És egyébként, hogy mekkora abszurdum az az egész videó, ez legalábbis ez az 1 óra 50 perc Jézus Krisztusról, azt legjobban ez a 36. perctől elhangzó állítás az, amelyik alátámasztja és demonstrálja, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy füleljen. Elgyorsítom egy kicsit különben, csak nagyon elhúzódna ez az egész. A történelemről lesz szó, illetve arról, hogy a történelem egy hazugság, amivel én egyetértek vele, amit mond erről, az sajnálatos módon azt hiszem, hogy ostobaság a legjobb kifejezés erre. Hogy azért azt remélem tudjátok, hogy a történelem az, az a legnagyobb, legnagyobb kamu a Földön. Tehát a, azt, hogy, hogy, gondoljátok el, hogy ha 20 évre visszamenőleg már hazudnak, akkor, akkor mit hazudhatnak 2000 évvel visszamenőleg? Tehát valami... Abszolút így van, ahogy mondja. Ha 20 évvel visszamenőleg hazudnak, akkor elég durva dolgokat állíthatnak arról, hogy mi volt ezer évvel ezelőtt, mint hogy állítanak is ha egyáltalán 2000 évvel ezelőtt volt. Mert tudjátok, az időszámítás is teljesen szubjektív, mert nem úgy van, hogy tudom, most úgy, úgy tanuljuk, hogy a Jézus születésétől ennyi meg ennyi van most, tehát azért van 2023, mert hogy Jézus 2023 évvel ezelőtt született, de, de tehát ez, ez nem így működött régen. Ez is igaz, ahogy mondja, az időszámítás másként működött, mi egyfajta lineáris gondolatmenetet használunk, legalábbis igyekszünk használni, próbálunk nullától számolni, és akkor minden egyes évvel eltelik egy esztendő, azt összeadjuk, és akkor így jutunk el 2023-ig. Tökéletesen egyetértek azzal, amit mond, hogy abban nem lehetünk biztosak, hogy 2023-ban. Meg egyébként kit is érdekel, hogy mennyi az idő pontosan, vagy mi a dátum pontosan. A Biblia az egy nagyszerű bizonyítéka annak, hogy így számították az időt, ahogy ő mondja: ugye sét 105 esztendőt élt, és nemzette énost, aztán élt ezek után 807 esztendeig nemzet fiakat és lányokat. 105 esztendő és 807-et élt utána, tehát az 812, 912 utána leírja, hogy a következő ugyanígy, és ebből tudjuk, hogy mennyi idő telt el, hány év telt el. A Biblia nagyszerűen követi egyébként ezt a gondolatmenetet, és következetesen leírja mindig, hogy ki mennyi időt élt. Hogyha ismerős bárki virágkönyvében, virágkönyvében is folytatja egyébként ezt, szóval egészen mózes, végig lehet ezt követni nagyjából, hogy mennyi év telt el, ugyanis mindig van egy viszonyítási pont, és az az aktuális uralkodó, vagy az a, az a jellegzetes figurája annak a korszaknak, amelyikről éppen ír. Mutatok egy példát erre, ez Bírák könyve, ugye Ehud megölte Eglont, a moabitáknak a királyát, ezzel Izrael felszabadult, és aztán olvashatjuk, hogy nyugodott a föld, ezek után megnyugovék a föld 80 esztendeig. 80 esztendeig nyugodott a föld, aztán Ehud meghalt, és aztán Izrael elkerült egy másik uralkodónak a keze alá számüzetésbe, hogy az sanyargassa őket, mert elfordultak a teremtőtől. És a többi, és a többi. Így lehet követni, hogy mi az időpontja a történelemnek, ahol éppen a szöveg tart. Hogy ebben igaza van, azonban amit most mond ezután, az bizarr és nincs igazából egy egységes idővonal sem, tehát aki ezt állítja, hogy van, az hazudik. Csak olyanok vannak, hogy, hogy, tehát összetákoltak úgymond egy olyan idővonalat, ami, ami nem igaz, mert már megdőlt nagyon sok módon. Azt nem tudom, nagyon fontos, hogy, hogyha megfigyeli valaki a videókat, amiket én szoktam csinálni, én igyekszem mindent, amit mondok, alátámasztani valamilyen forrásból elfogadhatja valaki azt a forrást, vagy nem, azonban én meg szoktam mutatni, hogy mit, miért mondok, én se tudok sok mindent, csak utána nézek, megkeresem, és akkor utána mindenki láthatja, hogy legalább valaki mondja azt, amit, amiről én beszélek. Most a probléma ezzel a videóval, amit ő csinál, az, hogy itt csak így röpködnek az vadabbnál vadabb hülyeségek, hogy itt elcsalnak 300 évet, meg meg, meg meg megmutatom még a többit is, legalábbis amennyire lesz idő. És ha valahogy alá kell az embernek támaszani azt, amit mond. Én nem akarom azt állítani, hogy el kell fogadja mindenki, amit én mondok, vagy a forrásokat, amiket én bemutatok, de legalább valami bizonyítékot prezentálok arra, amit mondok. De úgy, hogy csak így a levegőbe belemondogatom ezeket a nagy dolgokat, és arra hivatkozok, hogy vannak könyvek itt, ott, amott, amiket valaki írt, de, ne, de nincs meg nekem, és majd megnézi valaki. Ilyen a mesében nincs, így, így nem lehet is. Ráadásul eztán ez terjed az interneten, ezek a ökörségek, hogy majd mindjárt, amiket, amiket beszél, hogy, hogy Jézus nem halt meg, hanem ott volt a sírba, és csak tetsz halott volt, de az életre kelt meg meg ilyenek. Szóval nem lehet csak úgy mondani dolgokat, mert aztán az emberek azt elkezdik ismételni, és akkor mindenki, aki ezt ismételi, az én ostobának fog tűnni. Tudjátok, mutattam, vagy, vagy, nem tudom, aki követett engem régebben is, az, tudhatja, hogy, hogy van például egy ilyen, hogy a kitalált középkor, amiben szintén arról azt taglalják elég két vastagkönyv, az amúgy megvan nekem, hogy meg ki is olvastam mind a két részét, amiben azt taglalják, hogy 297 év hiányzik a történelmünkből, tehát hogy a... Jó, szóval van egy, van egy kitalált középkor, arról beszél, van egy kitalált középkor? Megvan nekem két vastakönyv, de hol van ez a két vastakönyv, vagy egyáltalán mi a címe ennek a két vastakönyvnek? Hogy legalább láthatná valaki, hogy utána tudjon nézni, hogy ki talált középkor, hogy ki mit ír erről az egész elgondolásra. Mert én el tudom képzelni, hogy van ki középkor, nincs ez a probléma. 297 év hiányzik a történelemből. Oké, okay, előfordulhat. A nagy Sándor és korra úgymond a sötét középkor az meg se történt, hanem korabeli korabeli szerzetesek írtak történelmet. Jó, Nagy Sándor és Kora, a sötét középkor. A Nagy Sándor és Kora, úgymond a sötét középkor, az meg se történt. Nagy Sándor és Kora, a sötét középkor, meg se történt. Ha valakit érdekel, akkor ez sulinet, tudásbázis a középkor története, mikor? 476-tól 1492-ig. Bárki utána nézhet egy egyszerű Wikipédia keresés során, hogy a középkornak a vége az az újkor kezdete. 1442 az egyik, ugye itt a humanizmus felélénkülése, amihez kötik, de egyébként 1453 Konstantinápolynak az eleste, de a kezdete az sokáig egyértelműen a Római Birodalom bukása volt, 476. Ezen kívül van alternatíva, persze 313 a Milánói ediktum, amikor a kereszténységet elismerte a római birodalom, mint vallást, és akkor némi vallá... véget ért a keresztény üldözéseknek az időszaka ezzel. A lényeg az, hogy a középkor az 476 körül kezdődött. Három, a negyedik, ötödik század, amikor kezdődik a középkor. A Nagy Sándor és kora, úgymond a sötét középkor, az meg se történt. Nagy Sándor és kora a sötét középkor. Nagy Sándor mindössze 33 évet élt, időszámításunk előtt, 336-tól 323-ig, 700 évvel azelőtt, amiről ő beszél. Érthető, am amit ki akarok ebből hozni? Hogy az ember hallgatja ezeket a videókat, a ezeket a nagy mondásokat, hogy így, meg úgy, meg amúgy, és közben meg <laughs> fogalma sincs az embereknek arról, hogy miről beszél bárki. Itt ilyen sötét középkorról van szó, hogy 700 évvel az után van, mint amiről ő beszél. Korabeli szerzetesek írtak történelmet. Feltételezem, hogy a középkorra gondol, mint korabeli szerzetesekre. Oké, okay, korabeli szerzetesek írták a középkort, fair, de Nagy Sándor meg a középkor között van 7 évszázad, vagy hanem nem 8, hogyha úgy számoljuk. Míg ő arról beszél, hogy Nagy Sándor az a sötét középkor. Az akkori bíborban született Konstantin, ez egy német-urmai császár volt, és az akkori pápa... A, hogy úgy mondjam, az összeesküvéséből a lényeg az volt, hogy a német-római császárnak csináltak úgymond családfát. Jó, német-római császárnak csináltak családfát. Oké, okay, nincs gond. De ő 905-ben született. Tehát akkor most miről van szó? Nagy Sándor vagy Bíborban született Konstantin? Mert közben most már 1400 év eltelt, meg két történelmi korszak. Úgy, mint hogy a középkor, az ókor, meg a középkor most már, ahol járunk. Ki a szerencsétlen állami gondozott mondjuk, vagy árva vagy gyerek, és, és ott áll, és nincs, azt se tudja, hogy ki volt a szüleje, vagy, vagy kik voltak az ősei, és akkor hazudik magának valamit hazudik magának történelmet, és így beférceltek a történelembe 300 évet, ami azóta már megdőlt, már, már nem az elmélet, hanem az, hogy, hogy, van egy korszak, amiből nem találtak leleteket, stb. stb. Mindegy, most ezt én nem akarom nagyon hosszú lére engedni, mert nem ez a mai napnak a, a, lényege. Jó, megdőlt, megdőlt. Én elhiszem ezt, és csak nézzük meg, hogy mik a bizonyítékok arra, hogy, hogy ezek a dolgok megdőltek. Nem is érdekelne engem egyébként, hogy, hogy ezeket a, a dőr dolgokat hallgatnom kell valakitől, hogyha ha nem venné bele a Bibliát és annak az üzenetét. És ha valaki ennyire, sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de ha valaki ennyire tudatlan vagy informálatlan ezen a területen, akkor miért is beszél róla? Miért nem néz utána, vagy legalább mutatja meg, hogy honnan olvasgatja ezeket? Mert mindaz, amit beszél, még akkor is, hogyha van valami igazság alapja, de ha bárki is hallgatja ezt, és nagyon sok ehhez hasonló történetet hallottam én már az interneten, ahol, ahol ilyesmi kaliberű észosztás folyik, hogy a Biblia így kitalált, meg meghamisították, meg átírták, meg ezt mindenki tudja, hogy kihagytak részeket, meg akármit csináltak, miközben fogalmuk sincs semmiről, de tényleg fogalma sincs az egész írásra, hogy miről szól, hogy egyáltalán honnan tudjuk, hogy léteznek ezek a dolgok, vagy hogy maradt ránk ez az egész. Ez nem úgy van, hogy csak valaki odaáll, aztán elkezd magyarázni azt, amit összehallott ilyen-olyan videóból az interneten. Legalább találni kellene rá valamiféle forrást ezekre a dolgokra és akkor demonstrálni, hogy ez miért van úgy, ahogy mondom, ha egyáltalán úgy van. Ha nem, meg az, hogy itt van a könyv a polcon, meg én kiolvastam, meg már nehéz hozzáférni, persze, messzire messziről jöttem be, azt mondom, hogy akar. Jó, itt a következő dolog, amiről beszél, ami szintén nem úgy van, ahogy ő ezt elmagyarázza, de majd tudom, csak semmi nem úgy van, úgyhogy nézzük, mi ez. Tényleg, ha bírjátok, akkor ezt a pasiót nézzétek meg, mert amúgy rettenetes film, pasiót, a pasiót nézzétek meg. És mindez szóval nagyon, nagyon kemény dolgokat kellett kiállni a szegénynek, és, és tehát tényleg az emberi kegyetlenség az nagyon, az azt lehet mondani, hogy határtalan. És a gyerekek erre akkor ez nem tudom, most engem valami nem tudom felzaklatott nagyon. Na mindegy, és hát ebben a filmben nagyon, nagyon csúnyán ábrázolják ezt, tehát Mel Gibson az nem véletlenül nem tudom, azt hiszem, Oszkát kapott rá, vagy valami, de, de eléggé, eléggé, szemléletesen ábrázolta ezt a, ezt a passiót, hogy, hogy mit kellett kiállni a szegénynek. És ugye Na mindegy, szóval technikailag akartam ezt mondani, és ugye... Technikailag akartam is ezt mondani. Hogy a, egy római katona ugye megadta neki a kegyelem döfést, és kapott -e a, egy, egy szúrást, amitől állítólag meghalt. Minden ezeket csak azért mondtam el. Nem, nem, nem. Ez, itt van egy következő dolog, ami, ami csak megint nem úgy van. És erről beszéltem, hogy hallgatja a sok ember ezt. Jó, most ez száz ember megnézte, szóval kit De ugyanezek a, a butaságok végtelen másik videóban a felszínre kerülnek, és ez nem más, mint ha valakit érdekel, és utána szeretne nézni. Ez gnoszticizmusnak hívják azt, amiről ő beszél. Azt hiszi, hogy valami óriás dologra bukkant ezekben a könyvekben, miközben ezt évezredek óta az emberek tudják pontosan ezt az elképzelést. Ez nem új, már János, amikor megírta a jó hírt, akkor Ugyanaz volt a probléma, mint amiről ő beszél. De Saul is írt erről egyébként a leveleiben. De csak nézzük meg még egyszer, hogy mit mond. Ö, hogy a egy római katona ugye megadta neki a kegyelem döfést, és kapott -e a, egy, egy szúrást, amitől állítólag meghalt. Minden ezeket csak azért mondtam el. De, de nem halt meg állítólag, ő már halott volt, és hogyha megnézzük az írásokat, akkor egyértelműen látni fogjuk, ugyanis ez pont János 19-es fejezet, amiről szó van, mikor pedig odaértek Jahusához, és látják, hogy ő már halott volt. Hogy ő már halott. Nem törték meg az ő lábszárait, hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonsága, és azt tudja, hogy ő igazad mond, hogy ti is higgyetek. Úgyhogy már halott volt, mikor megdöfte a dárdával, azért döfték meg, hogy megnézzék, hogy éle, ugye azt nem tudja eltitkolni az ember, hogyha a dárdával oldalba szúrják. De már meghalt addigra. Úgyhogy nagy hirtelen itt két perc alatt van számtalan ostobaság, amit, amit elmond ő ebben a videóban. És biztos, hogy ebben, hogy akárhova lapozok, ott mindenhol ugyanezt fogjuk találni. hogy a, egy római katona ugye megadta neki a kegyelem döfést, és kapott -e egy egy szúrást, amitől állítólag meghalt. Minden egyszerűen csak azért mondtam el. Eh? Nem attól halt meg, hogy oldalba szúrta, hanem már halott volt, és akkor erre nézzük, hogy mi az, amit mond. Mindegy. Azt mondja, hogy mindegy. Ez mindegy. Mint hogyha mindegy lenne, hogy mi az, amiről beszélünk, és akkor csak azt úgy, mint hogyha az valamiféle evidencia lenne. Mert ez a könyv alapján, tehát itt azt taglalja ez a könyv, hogy, hogy, Jézus nem halt meg, mert ez a, ez a, szúrás elvileg, hogy ez nem volt halálos, illetve egy tetszhalott állapotba került, és bizonyígat ezt mindenféle olyan állításokkal az író, hogy a... Szóval tetsz halott állapotba került, ő ezt állítja, hogy tetsz halott állapotba került, a döfés után. A torinói lepel, azt tudjátok, az az volt, amiben beletekerték Jézusnak a testét, és úgy rakták be, a, be ebbe a barlangba, hogy állítólag a torinói leplet, amikor megvizsgálták, meg itt akkor nagyon komoly kutatásnak vetették alá, ilyen pollenek, mindenféle ollenek, meg mindenféle. És hát van ez a Jézus ábrázása, amin az arca látszódik, ezt biztos láttátok már itt, ott, ott. Tehát az is állítólag, az pontosan Jézusnak az arca volt. És innen, ettől, ettől a butaságtól, hogy megszúrta az meghalt, már egy, egy ugrással ami egyből a torinói lepelhez kerültünk, és ott bizonygatja valaki, hogy a torinói lepelnek köze van a megváltóhoz. Gondoljon bele mindenki, hogy létezik egy ilyen lepel, hogy valakinek a lenyomata így rajta marad, azért, mert ott fekszik. Gondolkozzon hát el mindenki, hogy mi az, amiről szó van. Ez egy katolikus hazugság, meg megtévesztés, mint ahogy a dolgok nagy része ilyenfajta relikviákhoz csatlakozik. Ők azok, akik imádják ezt a sok báványt, meg különböző tárgyakat és ott hajbókolni. És akkor azt állítja nekünk ez az ember, hogy ez alapján be lehet bizonyítani, hogy Jézus az tetsz halott állapotba került. Hogyha tetsz halott állapotba került, és nem halt meg valóban, akkor az egész új szövetség üzenete nem ér semmit. Azt állítja, hogy nem halt meg, ami azt jelenti, hogy nem kellett, hogy feltámadjon. Én nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában az írások üzenetével, de hogyha ha valakit érdekel, akkor vessen egy pillantást Pál levelére, a korintusi akközírt első levélre, és azt mondja, hogy ha nincsen a halottak feltámadása, akkor a Mashiach sem támadott fel, ha pedig a Mashiach vagy Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Úgyhogy az, amiről ő beszél, az egyidős az a, a 2000 évvel, amióta itt járt a Földön a Mashiach, az a hazugság. És ez a hazugság, ez az ellenségtől jön? Ha valaki elfogadja azt, hogy nem halt meg, akkor az azt jelenti, hogy nem támadott fel, ha pedig nem támadott fel, akkor az azt jelenti, hogy hazudott Isten, vagy Elohim, mert nincsen feltámadása a Masiáknak vagy a Krisztusnak. Sőt, az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk mi, mivel hogy az Elohim felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta Krisztust. Szóval hazug lesz akkor ezáltal az összes apostol, hisz az apostolok azt tanítják, hogy feltámadott. Érthető? Döntse el mindenki, hogy kinek hisz. Ennek az embernek, aki egyértelműen azt tudja, hogy miről beszél. Hiszen már a 5 percben, amióta mi nézzük azt, amit ő itt előadott, abban mondott annyi, ostobaságot, hogy az elég kell, hogy legyen bizonyítéként mindenkinek arra, hogy ő nem tudja, hogy mit beszél. És én ezt nem bántásként mondom, hanem csak egyszerűen szeretném, ha megértené mindenki, hogy nem minden igaz, ami nagyszerűen hangzik. De főleg az nem, ami ilyen, ilyen egyértelmű, nem is tudok erre jobb szót találni, mint az, hogy ostobaság. Mint ez, amit most beszél majd. Mert ez a könyv ö, ö, alapján, tehát itt azt taglalja ez a könyv, hogy, hogy, Jézus nem halt meg, mert ez a, ez a szúrás elvileg, hogy ez nem volt halálos. A szúrás nem kellett, hogy halálos legyen, az előbb néztük meg, már akkor halott volt, szóval teljesen mindegy, hogy halálos volt-e vagy nem. P fölvette a lepel az arcát, mintha létezne ilyen dolog, mintha bárki, és tudom, hogy a Biblia tele van csodákkal, de megvizsgálták, meg itt olyan, akkor nagyon komoly ö, kutatásnak vetették alá, ilyen pollenek, mindenféle, és ö, hát ö, van ez a Jézus ábrázás, amin az arca látszódik, ezt biztos láttátok már itt ott, ott, ott ö, tehát az is állítólag az pontosan Jézusnak az arca volt, hogy, hogy ö, azt felvette a, ez, a, ez a lepel a, a, hát ö, úgy mondják, hogy ilyen az izz, nem is izzadsága volt, hanem ilyen, ö, hát nem tudom, ilyen, ilyen furcsa anyagot, tehát ilyen, ilyen különleges anyagot ö, ö, izzadt igazából, és, és na mindegy, szóval ezt írja le a, ez az író. Úgy mondják, úgy mondják, hogy nem izzadság, mi az, hogy felveszi az arcát, meg az egész testét, mert itt van a, ez egyébként a torinói lepelnek a, egy nem is tudom milyen fényképe, valami speciális fényképfelvétel a torinói lepelről. Azt akarja nekem mondani valaki, hogy így rátették, és akkor így keresztbe téve a karja, meg az egész embert, így ez rajta maradt. Persze én értem, hogy vannak csodák, meg ez az, az egész Biblia tele van csodálatos dolgokkal, de azért ez durva, és ráadásul most még megtudjuk majd a szakértőtől itt, hogy ez nem is izzadság, hanem valami speckó anyag. Szóval különleges anyagot izzadt igazából. Mi, mi, lehetett az a különleges anyag, amit izzadt, ami aztán megmaradt évezredeken keresztül? Mert az egész komplet lenyomata elő, a hátul, minden, az egész alakjait van az embernek. És ilyet izzadt, nem is, úgyhogy halott volt. Szóval halott volt, mikor levették. Jó, persze, ő aztán így, hogy még él, de hát ahogy oldalba szúrták, keresztbe feszítették, megkorbácsolták, mindenféle kínzásoknak vetették alá, és akkor utána már meghaltnak nyilván. Figyelj mindenki! Fönn van a keresztem. Oldalba szúrják egy egy dárdával. Halott kellett, hogy legyen? Persze én értem, hogy tetsz halott meg akármi, de a halott volt az írás leír, hogy halott volt, és utána még ő izzadt ki valami anyagot, ami nem is izzadt Nézzük, meg át a választ kapunk erre. Megvizsgálták meg itt, amikor nagyon komoly kutatásnak vetették alá, ilyen pollenek, mindenféle, és hát van ez a Jézus elvezés, amin az arca látszódik, ezt biztos láttátok már itt ottam ott, ott. tehát az is állítólag pontosan a Jézusnak az arca volt. Erről szól ez az egész? Nézd végig valaki ezt az 1 óra 50 percet, ez az egész ilyen na egyekből áll, meg óriás ugrások a térben, ilyen több ezer évek, meg kilométerekbe is több ezer kilométerek. Torinói leperről van szó, előtte a Jeruzsálembe a keresztre feszítésről, meg közben mindenféle egyebekről. Ez egy összefüggéstelen butaság az egész, amiről beszél. Ha valaki ezt komolyan veszi, akkor az utána nem hibázhat senki más, csak saját magát. Na mindegy, szóval ezt írja le a, ez az író, és utána még, még ez benne van, hogy, hogy amikor ugye őt kijutották ebből a barlangból, mert kilopták a tanítványai, akkor ő fel, felépült, és, és utána még elég hosszú ideig élt Kasmirban, és ott állítólag ott meg is van a sírja, tehát a, a, a sírfelület. Tényleg, ez egy nagyon jó könyv, és sajnálom, nekem nincs meg ez a könyv, úgy már eléggé hiányzik. mondákra, ő azt hiszi, hogy ez, ez a valóság. Azért, mert ezt írja le valaki, ez nem azt jelenti, hogy úgy van. Kasmírban. Kasmírban élt még elég hosszú ideig. Menjen valaki el avatarának az oldalára, és kezdje el hallgatni, és ugyanezt a sztorit fogja megtalálni, azért, mert ez a gnosztikus hazugság 2000 éve. Ez a gnoszticizmus, ha érdekel valakit, az időszámításunk szerinti első harmadik században alakult ki. És azt vallotta a gnoszticizmus, ami egyébként a gnosis görög szóból származik, a gnosis azt jelenti, hogy tudás hogy az ember egy igazi szellemiségére vonatkozóan üdvözítő tudás birtokában van. Az a tudás, már rendelkezünk a tudással, és ez bennünk van. Így most, ha bárki megy a Facebookon és barangol, és látja ezeket a fénymunkásokat, meg akik arról beszélnek, hogy mi felemelkedett mesterek leszünk, vagy hogy minden tudás benned van, és csak fordulj magadba, meg meditáljál, meg onnan majd valahogy ezt kihozod. Ez gnoszicizmus. Ez az, amiért írta János a jó hírét, ezért van szó annyit a jó hírben Jánosnál az ellentétpárokra, mint a jó, rossz, a sötét, a világosság, mert próbálta az embereknek ezt az ideológiáját valahogy ellensúlyozni. Nem azt mondom, hogy így ezért találta ki így a történetet, hanem ebből a szempontból meséli el ezért más János evangéliuma, vagy jó híre, mint a szinoptikusok a másik három. E tudás egy kinyilatkoztató, üdvözítő személytől ered, zárt csoportban hagyományozzák tovább. Ez az üdvözítő szerep, vagy ember, ez a Krisztus. És a Krisztus a gnoszticizmusnál, mint ahogy a nála is az, csak egy, egy tanító, aki megszerzi ezt a tudást, és aztán odaadja a tanítványainak egy zárt csoportban. Erről fog beszélni most? Illetve hát már erről beszélt, hisz a tanítványai kiszedték onnan, és elment Tibetbe, vagy hova Kabóba tanulni? Na mindegy, szóval ezt írja le a, ez az író, és utána még, még ez benne van, hogy, hogy, amikor ugye őt kijutották ebbe a ballangból, mert kilopták a tanítványai, akkor ő fel Felépült, és, és utána még elég hosszú ideig élt Kasmirban, és ott állítólag ott meg is van a sírja. Tehát a, a, a sírfelirat, tényleg, tényleg ez egy nagyon jó könyv, és sajnálom, nekem nincs meg ez a könyv, amúgy már eléggé hiányzik. Állítólag, állítólag, mindegy, ez ezt írja, az azt mondja. Tehát a, a, a sírfelirat, tényleg. Sírfelirat? Ez hihetetlen ez az egész, de tényleg. Kasmirban? És állítólag ott meg is van a sírja, és most jön ide beszúrva, hogy sírfelirat. Tehát a, a, a sírfelirat tényleg... Sírfelirat! Sírfelirat! Mi, mi van ráírva a sírfeliratra, hogy Jézus? Itt, itt járt Jézus? Csak megint csak stoppoljunk egy picit. Egy sírfelirat. Kasmirban. Vagy nem tudom most miről beszélt legutóbb, de... Hogy? hogy Mi van ráírva a sírra? Hogy Jézus? Honnan tudjuk, hogy az 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 ember? Valaki le tudja ellenőrizni, vissza tudja ellenőrizni a DNS-ét, hogy az Jézus? Ne, nem értem ez, de tényleg. Hogy hogy lehetséges az? És aztán én, én még mindig, minden a mai napig találok olyan hozzászólásokat, hogy a ja, már bebizonyosodott, hogy Tibetbe ment, még onnan Egyiptomba ment, meg nem halt, meg ugyanezt, amit ő beszél. Úgy, hogy semmiféle bizonyíték nincs rá, de tényleg ez zéro. A Biblia az következetesen ugyanazt állítja az első könyvtől az utolsóig. Ez egy koherens egészet ad ki, ugyanazt a történetet meséli el, csak a különböző korokban, függően attól, amit kinyilatkozhatott arról a teremtő. Végtelen kézirat, idézet áll rendelkezésünkre, egészen a Masiach idejétől mind a mai napig kerülnek elő ezek a kéziratok. Több mint 5500 görög nyelvű kézirat és kézirat töredék van. Kódexek, idézetek, végtelen. Több millió idézet van. De legalábbis egy millió idézet van a, az ő idejétől a mostanáig. Ugye az egyházatják az első századokból, amikor leveleket írtak, meg ideidéztek, meg odaidéztek, az mind megvan nekünk, és abból össze lehet rakni számos alkalommal az egész új szövetséget. Innen lehet tudni, hogy az új szövetség legalább következetesen ugyanazt állítja. Azok az írások, amikről ő beszél, azok egyáltalán nem rendelkeznek ekkora kézirat tömeggel, ami demonstrálná azt, hogy az úgy van. Természetes, hogy létezik Barnabás, meg Tamás evangéliuma, meg Mária Magdolna, meg Mária evangéliuma, meg ezek a gnosztikus írások. De az azért nincsen benne az a Bibliában, nem azért, mert valami gonosz ember kivette azt a Bibliából, hanem mert ilyen dőreségeket állít, mint amiről ő beszél itt. Hogyha valaki ismeri az írásokat, akkor az látja, hogy Beresít vagy Mózes első könyvétől, egész jelenések könyvéig az üzenet következetesen ugyanaz. Mindegyik ugyanazt mondja el mint ahogy az előbb említettem, függően attól, hogy mit tudtak akkor a szerzők, mi az, amit kinyilatkoztatott a teremtő. De mi már tudjuk a teljes kinyilatkoztatást 2000 évvel ezelőtt, vagy nagyjából akkor, ez megtörtént. Most már ezen, ebből a perspektívából szemléljük mi. De a gnosztikus írások, mint azok, amiket említettem az előbb, vagy amire ő hivatkozik, azok nem férnek bele ebbe a kézirat tömegbe, meg ebbe az írásba, Írásokba azért, mert más az üzenetük, mint ahogy ő is mondja, hogy ott nem halt meg, hanem feltámadt. Ott nem járt az emberek között, meg ment a, a mennybe, és aztán onnan szolgál, hanem elment Tibetbe tanulni, és utána elment akárhova tanulni. Nem tudjuk, érthető, amit mondani akarok? Nem azért nincs benne, mert gonosz emberek kivették, hanem azért, mert nem illik bele. Annyira nevetséges, hogy nem lehet az, hogy az egyik írás azt mondja, hogy, hogy meghalt, feltámadt, megjelent az embereknek, és aztán elment, és most ott van az atya jobbján, míg a másik azt mondja, hogy nem halt meg, hanem tetsz halott volt, aztán kijött onnan, és elment tanulni Indiába. Ezért nincs benne. Úgyhogy mindazok emberek, akik annyira hangoztatják ezt, hogy oh, de a katolikusok kivették, meg a mit tudom én, az közben ott van a nagy igazság benne. Nem, a nagy ökörség van benne. De tényleg. A nagy hamisítatlan, vegyítetlen ökörség van benne tisztán, mint amit hallunk itt is. És én nem őt akarom ezzel bántani, nem azt akarom mondani, hogy ő az. Én csak azt szeretném mondani, hogy amit állít, az az. Hogy miért teszi ezt, fogalmam sincs róla, hogy miért csinálja ezt. Illetve van egy elképzelésem, és az, ez, erre jutottunk a múltkor, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt azt el nem szenvedik, vagyis nem fogják már szeretni az emberek, hanem a saját kívánságaik vagy vágyaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez, azokhoz a mesékhez odafordulnak. Mint ahogy emberünk akarva, akaratlanul teszi azt ebben a videóban. Egyébként ez a tudás, ugye van egy kinyilatkoztató üdvözítő személy, és ez a csoport, aki befogadja ezt, hagyományozza ezt tovább, és a tudás maga az önmagában képes üdvözíteni a befogadóját. A legtöbb vallás egyébként, hanem mind, erre épül. Az a különbség abban, amiben én hiszek, meg állítólag a keresztények, hogy elfogadom azt, hogy a tudás, vagy bármi, amit én teszek, az nem tud engem megmenteni, hanem szükség van a megváltó áldozatára. De mint ahogy azt megnéztük az előbb itt az írásokban, hogyha ő nem halt meg, ha nem halt meg, akkor nincsen semmiféle reménységünk. Ugyanis akkor hiába való mind a prédikálásunk, mind pedig a hitünk. Ez megvan fosszva, üres, haszontalan, hiszen szükség van egy áldozatra a bűnért. Hogyha ez nem történt meg, akkor nincs miről beszélni. De érdemes olvasni ezt tovább. Ez az áthagyományozás, vagy didaszkáli egyébként tanítás, ami a jelöltet beavatja, egy mítikus szöveg átadásában áll, úgy, ahogyan ő beszél körülbelül. Ez a mítikus szöveg, ez, amit nem ismer senki, rájött, meg megmutatta neki valaki, meg kikutatta, meg ebbe a könyvbe ez van, meg abba a könyvbe az van. De valójában ez csak egy ilyen mítosz, egy titok, amit meg kell fejteni, és akkor ide megyek, meg oda megyek, meg innen elveszem, meg innen összeollózom ezt a dolgot. Így érti ezt ezt én mondom, hogy ez csak egyszerűen agnosztikus elgondolás. És két órán keresztül az ember csak beszél úgy, hogy szövi egyik szót a másikba, és egyik ugrásból megyünk a másikba, és olyan összefüggéseket generál közben, amiknek nincsen abszolút semmi alapja, zéró, és közben olyanok vannak, hogy Nagy Sándor a középkorba él, meg közben Bíborban született, Konstantinról beszél, meg ehhez hasonló dolgok. Na jó, még menjünk egy kicsit tovább, mert egyszerűen csak annyi bizarr dolgot állít, hogy csak nem akarom itt abba hagyni. De jön a következő ilyen dolog. Azt nem tudom, azt is tudjátok, gondolom, hogy a, hogy a katolikus egyházat, ugye, az pár apostol hozta létre, és az a vicc, hogy ez Jézus után volt majdnem száz évvel. Tehát... Nem vagyok benne biztos, hogy ő tisztában van ezzel, de Saulnak vagy apostolnak semmi köze nincs a katolikus egyházhoz. A katolikus, az egy görög eredetű szó, mégpedig a katá és a holosz kifejezésekből képzett jelző, és azt jelenti, hogy általános vagy egyetemes. Ezért kapta ezt az elnevezést, ez az egyház. De úgy, mint katolikus egyház, úgy ez nem létezett hosszú évszázadokon keresztül. Egyébként erre nagyon egyszerű rájönni, hogyha egy egész kicsi logikát használ bárki, és ismeri a Bibliát, akkor csak meg kell nézni apostolok cselekedeteit, és láthatjuk, hogy abban az időszakban, amikor ők a földet járták, Péter, Pál, vagy az a, a Jakab, ameddig élt, meg a többiek, addig semmiféle ilyen jellegű egyházról nem volt szó, mint ami ma van. Pálapostól hozta létre a katolikus egyházat, hogy így, mondjam, vagy legalábbis az elmondások szerint, aki nem, hogy nem ismerte Jézust, hanem, hanem egyenesen, most megint csak bocsánat, hogy származás, de gondoljátok el, hogy, hogy tehát az ellenség, tehát ugye Fú, ezt nem tudom szebben mondani, de hát Spál az zsidó volt, és nem akarunk nagyon belemenni ennek az oktatásába, de most talán cselekedetei 16-os, és a, a sabbatnapon vagy a szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni. Ennyi volt a gyülekezet, a folyó mellé kimentek imádkozni. Beszélgettek, és egy Lídia nevű asszonybíborárus az megtért, és aztán bemerítkezett az egész háza népével, és aztán azt mondta, hogy maradjanak ott náluk a házában. Miféle katolikus egyházról beszél ez az ember, mikor így, így működött ez? Nyilván ez már egy évtizeddel kb. később volt, mint ahogy, ahogy a Masiach itt járt, és akkor mondjuk eljutunk 50-60-70-es évekig, amikor megszületnek, a jó hírek, legalábbis azok a kéziratok, amiket mi ismerünk, és azután még mindig a 90-es években íródik meg csak jelenések könyve, de még akkor semmilyen jellegű szervezet egyház nincsen. Ezt egyébként meg lehet érteni csak sima logikával. Bár rengeteg ember ismeri ezt a tanítást, és nagyon sokan meg is térnek, de ezek nincs hova menniük, érthető? igen, egy ideig járhatnak a zsinagógába a zsidókhoz, vagyis hát az akkori ugye izraelitákhoz, azonban az felbomlik az a viszony, mivel ugye a farizausok, a szaduceusok, az írástudók, azok, akik irányítják ezt, és utána már a római birodalom is nyomás alá helyezi a keresztényeket, mert nem hajlandók beilleszkedni. De ez egy hosszabb történet. Egészen 300-ig még üldözik a keresztényeket. Mint ahogy olvastuk, a 313-ban szűnik ez meg. Tehát addig nincsen szó ilyen egyházról, ahova ők mennének, meg, meg ilyen dolgokról. Kialakulnak kisebb közösségek a házakban az első évszázadban. Utána van egy igény arra, hogy a tanítást valaki elmagyarázza, illetve legyen egyfajta egységes elgondolás. Pálapostól hozta létre a katolikus egyházat, hogy így, mondjam, vagy legalábbis az elmondások szerint, aki nem, hogy nem ismerte Jézust, hanem, hanem egyenesen, most megint csak bocsánat, hogy származás, de gondoljátok el, hogy, hogy, tehát az ellenség, tehát ugye, tuh, ezt nem tudom szebben mondani, de hát Pálapostól az zsidó volt, és Amire ő azt mondja, hogy katolikus egyház, ez a bohózat, ez akkor még egyáltalán nem így nézett ki, mint most kialakulnak ezek a regionális igény erre, hogy legyen egyfajta valaki, egy tanító, aki elmagyarázza egységet hoz a tanításban. Mint nagyjából úgy, ahogyan szerveződik egyébként egy országnak a közigazgatása. Ezért is tudott olyan egyszerűen egybefonódni az egyház, a később már a katolikus egyház, illetve a római birodalom, mivel az egyháznak már megvolt a képített szervezeti rendszere. Erre csak rá telepedett a római birodalom. De a lényeg az, hogy mint ahogy van egy falu csoport, utána lesz abból egy vármegye, vagy nem tudom, hogy mi van. Utána lesz belőle egy megye, regionális központ, főváros, ország, és a Európai Unió. Ugyanígy szerveződött ez is akkor. De, de nem úgy lett ez, hogy ó, Pál azt mondta, hogy na, csináljunk egy katolikus egyházat, és akkor mostantól mindenkit félrevezetünk. Ez évszázadokon keresztül fejlődött ez. Mikor, mikor kialakultak ezek a megyei szerveződések vagy rendszerek ott, utána lett az, hogy egy nagyobb területet össze kellett fogni, és majd csak később alakult ki az az öt nagy központ, ami lényegében hosszú időre meghatározta az egésznek a fejlődését. A Britannica Bit enciklopédiában megtudhatjuk, hogy ez az öt város egyébként Róma volt, Bizánc vagy, vagy Konstantinápoly, Alexandria, Antiochia és Jeruzsálem. És 692-ben ugye a trolló bizottság vagy tanács volt az, amelyik ezeket így rangsorolta. Róma került az első helyre, de egyébként érdekes módon ez volt az egyetlen nyugati város, Hát ez már a 7. A századnak a vége. Menjünk vissza néhány. Értető, hogy az, amiről ő beszél, hogy Pál megalkotta a katolikus egyházat, de ez nem tudta senki megalkotni azt a katolikus egyházat. Az az egyház rá telepedett a kereszténységre, az emberi mohóságnak, hála, meg egy, egy, egy rakás más dolog, ami még közrejátszott. Csak azt szerettem volna demonstrálni, megint csak, hogy amiről beszél, annak a semmilyen értelme nincs, és abszolút az igazsághoz semmilyen köze nincsen. Szóval a katolikus egyházat Pálapostól hozta létre Krisztus halála után száz évvel. Azt nem tudom, azt is tudjátok gondolom, hogy a, hogy a katolikus egyházat ugye az Pál apostol hozta létre, és az a vicc, hogy ez Jézus után volt majdnem száz évvel. Tehát hogy hozhatta létre Pál a katolikus egyházat Masia halála után száz évvel. Még egyszer röviden elmondom, a katolikus egyházat nem lehet létrehozni. A katolikus egyház kialakult. Egy a szervezetet nem lehet létrehozni. Nincs, akkor a ami az egész világot átfogja. Azt lehetetlen létrehozni. Hogyan is hozhatta létre bárki? Az egész világot átfogó vallási rendszert? Ráadásul úgy, mondom, ez így fejlődött ki, lépésről lépésre, évtizedek, évszázadokon keresztül az egyházatják még mindig a második, harmadik, negyedik században is csak irogattak a különböző gyülekezeteknek. Nem voltak. Igen, kialakult már ez az episzkopátus, meg a püspökök magyarázolva, akik egy nagyobb régiót összefogtak, de még nem volt olyan, hogy, hogy annak lett volna egy feje, aki a pápa, vagy ezeket. Az első zsinat volt egyébként ez a 325-ben a nícai zsinat, amit mindenki olyól jól ismert. Szóval akkor kezdődött el valami, de az már Jahusa halála után 300 évvel volt. Addig még ezek csak így fejlődgettek, ilyen kis regionális gyülekezetek voltak. És akkor amit mond, hogy, hogy a Masiach halála után 100 évvel, az 130, Pál már nem volt, nem lehetett sehol 130-ban. Hát ő már egy felnőtt ember volt, mikor Istvánt megkövezték apostolok cselekedetei hatos fejezetben. Vagy a hetes az egyébként, azt hiszem. És akkor száz évvel ő még, még, meg, még megalapítja a katolikus egyházat, mikor vértanú halált halt a 60-as években, legalábbis a történet szerint. Péterrel együtt amúgy Rómában valahol Úgyhogy ezeket az embereket el kell felejteni. Ezért mondtam, mindenki utána tud nézni, de ezt így csinálják azok, akiket valóban érdekel, hogy mi az, amit átadnak az emberek. Akkor megkeresem, kikeresem, és akkor megmutatom, hogy hogy van. Nem azt mondom, hogy mindegy, meg a szem, meg sírfelirat, meg ezek a dolgok. Azt nem tudom, azt is tudjátok, gondolom, hogy a, hogy a katolikus egyházat, ugye az Pál apostol hozta létre, és az a vicc, hogy ez Jézus után volt majdnem száz évvel. Tehát... Állapostól hozta létre a katolikus egyházat. Mikor a katolikus egyház úgy tartja, hogy az első püspöke az Péter volt, hisz azt mondta neki Jausa, hogy erre a sziklára, ezen a sziklán vagy kősziklán alapítom meg az én egyházamat. És ő meg arról beszél, hogy pá, ami ellentétben van még azzal is, amit a katolikusok mondanak magukról, nem hogy azzal, amit a Biblia. Pálapostól hozta létre a katolikus egyházat, hogy így mondjam, vagy legalábbis az elmondások szerint. Legalábbis az elmondások szerint. Hogyan lehetséges ez? Miféle elmondások szerint? Ki az, aki ezt mondja? Mert az írásokban abszolút nem erről van szó. De, de a katolikus egyház történelme sem ezt mondja. Szóval mik azok az elmondások szerint? Ez csak egy tipikus esete annak, amikor az ember csak beszél bele a vakvilágba, úgy, hogy fogalma sincs semmiről. És furcsa volt az, hogy most a Mel Gibson szavaival élve, tehát, a, aki, tehát azok, akik úgymond felelősek voltak Jézus aláé, Mel Gibson szavaival élve, azok hozzák létre azt az egyházat, amire az ő tanai épülnek. Tehát az egy kicsit érzitek a nonsense a dologba. Tehát, hogy <laughs> mondjuk, mondjuk bocsánat, így, így magyarul lefordítom, mondjuk, hogyha. Hát hogy ne éreznék a nonsens, azt érezzük már hosszú-hosszú percek óta. Azt mondja, hogy a zsidók hozzák létre ezt a vallást. Hogyha ha egy kicsit is vette volna a fáradtságot, és megértette volna, hogy hogyan működött ez akkor, akkor rájött volna, hogy igen, az elején, de hát már apostolok cselekedeteiben sem a zsidók azok, akik létrehozzák ezt a, a vallás és a zsidók azok, akik üldözik ezeket az embereket. A farizeusok, a szaduceusok, az írástudók, mindenki a római birodalom utána üldözte a keresztényeket. Ez soha nem járt kéz a kézben a kereszténység az úgynevezett zsidósággal. Nem járhatott, hisz a kereszténység azt hirdette, hogy már nincsen szükség azokra a tradíciókra, amiket az úgynevezett zsidóság tart az áldozattal kapcsolatban illetve a papirendszerrel kapcsolatban. Ezért üldözték őket el onnan, mindenhonnan tulajdonképpen. Az a történet, amit megmutattam az előbb, ezzel a megtéréssel kapcsolatban, az így folytatódik. Figyelj mindenki, bemerítkeztek, hittek, és el akartak menni ehhez a hölgyhöz, aki Lídia volt. És volt neki egy szolgáló lánya, akiben a jövendőmondásnak a ruachja volt, aki az ő gazdáinak nagy hasznot hajt a jövendőmondással. Aztán Pál azt mondta neki, hogy parancsolom, neki, hogy menj ki Jausan Masiak nevében ebből a lányból. Kiment abban az órában. Látván annak a gazdái, hogy keresetüknek reménysége elveszett, megfogták Sault, Pát és Szilást, és a piacra vitték a hatóságuk elé. Utána ott Letépették a ruháikat, a bírák, és megveszt, megvesztőzték ezt a két embert. Szóval nem, hogy a zsidók, hanem még a pogányok is üldözték, mint Sault, mint pedig az összes úgynevezett keresztényt, vagy azokat, akik hittek a megváltónak az üzenetében. Érthető? Minden, ami le van írva itt, minden, amit a történelem beszél, az ellentétes azzal, amiről ő itt ebben a, ebben a videóban hadová tulajdonképpen. De egyébként én így fogom lezárni ezt az egészet, hogy na mindegy, mert úgy gondolom, hogy már épp eleget hallgattuk, még lehet, hogy közkívánatra visszatérek, hogyha esetleg valakit ez érdekel ez a dolog. A tanulság ebből az az internet, az melegágya az ilyen és ehhez hasonló ostobaságoknak. Én nem azt mondom, hogy én mindent, amit csináltam az évek során, arra büszke vagyok, ahogy az alakult, de legalább én mindig utána jártam alaposan a dolgoknak, és csak arról beszéltem, amiről meggyőződtem, aminek utána jártam, és amit alátámasztottak, mindazon bizonyítékok, amik összeegyeztetők az írásokkal. És én ezt ajánlom mindenkinek, mert az, aki Jahusa Hamashiachnak a valódi tanítványa, az utána fog nézni ezeknek a dolgoknak, minket azért hívott ki a világból, hogy legyünk neki tanítványai, akik rászánjuk az időt, az energiát, meg minden egyebet, erőforrásokat arra, hogy az igazságot megkeressük. Akár hova is vezet az minket. Nem csak beszélünk bele a, a levegőbe. És nem akartam én bántani őt, meg szerintem nem is bántottam. De amiről beszél, annak se füle, se farka. És én csak szeretném elkerülni, hogy bárki ilyen, meg ehhez hasonló hülyeségeknek a hatására eltérjen az igazságtól. Az, amiről ő beszél, az az egész elgondolás, az egy hazugság. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, halleluja, és hamarosan találkozunk. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.